Hazai oldalon Szijjártó István vezetőedző nem változtatott a Zalaegerszegen X-et játszó kezdőcsapatán, mely továbbra is nélkülözte a sérüléssel küzdő Sándor Györgyöt, Nagy Zsoltot és Galambos Ádámot. A Monoliak szakvezetője Horváth Dávid sem bolygatta meg a Siófokot legyőző együttest, így mindkét oldalon az előző fordulóban látott kezdő 11-ek léptek pályára. A csapatok kimondottan izgalmas és hajtós első félidőt produkáltak, ebben főleg a hazaiak jártak az élen. A 9. percben egy remek akció végén Dajcs centerezett, a berobbanó Molnár Csaba közeli lövése azonban az egyik védő lábáról szögletre vágódott. Egy perccel később jött az újabb hazai helyzet, Csonka lefejelt labdáját, Dajcs lőtte el élesen a kapu előtt. A 12. percben 11-eshez jutott az Akvitál FC, egy szöglet után Tóth Barna buktatta Csonkát, a labda mögé Bobák Gergely állt, aki nem hibázott, a jobb felső sarokba vágta csapata vezető gólját. A vendégek igyekeztek gyorsan reagálni, az újabb veszélyes helyzet azonban így is az ő kapujuk előtt alakult ki. Egy csákvári kontra végén Baranyai centerezését azonban Bobál a kapu fölé rúgta. A 25. percben aztán váratlanul egyenlített a Monor. Egy szöglet után Hunya lövését nagy bravúra védte Tóth Balázs, a hazai hálóőr bal szerencséjére azonban a labda Tóth Barna combjára, majd onnan a hálóba pattant. 1-1. Nem sokáig tartotta magát azonban a döntetlen, a 30. percben újra a hazaiaknál volt az előny. Most már csak ketten maradtak ott, Molnár és Bobád, ezt Molnár fog elrúgni. És milyen jól tette Molnár! Remekül a rövidre behúzta Molnár Csaba. Nem volt esélye Bozsónak, a sorfal fölött remekül tekerte el. A félidő hajrájára is maradtak még helyzetek. A Monoriak Hunya életerős, ám a hosszú sarkot elkerülő bombájával jelentkeztek, míg a másik oldalon Tamás Nándor lőtt, az ő próbálkozása egy bevetődő védőről vágódott az alapvonalon túlra. A második félidőben már sokkal óvatosabban játszottak a csapatok, így kevesebb helyzet alakult ki. A 62. percben Csillus passza után a csereként pályára lépő Sejben előtt adódott lövési lehetőség, a támadó azonban a hosszú sarok mellé küldte a labdát. A 73. percben a Monoriak egy szöglet után halasztottak el egy gólszerzési lehetőséget, majd 5 perccel később Valanescu beadását Tóth Ádám fejelte a csákvári kapu mellé. A 86. percben Karacs a kapu fölé bólintott, majd a 87. percben lezárhatta volna a nyitott kérdéseket az Akvitál, ám Csillus sistergős lökete, ha kevéssel is, de célt tévesztett. A hazaiaknak így sem kellett izgulniuk, az Akvitál FC Csákvár 2-1-re nyert a Monor ellen, megszerezve első győzelmét és megtartva veretlenségét a 2018-2019-es pontvadászatban.